Kemecsén nem volt szüksége arra, hogy az önkormányzat eltérjen a magyar kormány és az operatív törzs központi korlátozásaitól az elmúlt két hónapban. A város polgármestere arról számolt be, csupán 8-9 napra kellett kizárólag elektronikus formában üzemeltetni a hivatali ügyintézést. A helyi bölcsőde és óvoda indokolt esetben végig tudott fogadni gyerekeket, a családsegítő szolgálat pedig az érintkezések csökkentésével is igyekezett mindennel ellátni a rászoruló lakosokat. Lipők Sándor hozzátette, folyamatosan tájékozódtak a gyanús esetekről, a településre külföldről hazaérkezők, valamint a veszélyeztetettek állapotáról is. A legfontosabb dolog a szociális otthonunknak a védelme. A szociális otthonban természetesen minden jellegű látogatást és mozgást leszűkítettünk a településen, és azt hiszem, hogy eddig azt mondhatjuk, sikerrel vettük az akadályokat, azt jelenthetem, hogy a városban nagyon sok vizsgálat, tehát számosságát illetően nem tudom megmondani a vizsgálatoknak a számát, de biztos, hogy több tucat vizsgálat volt COVID-19-es vírussal kapcsolatban. Ezeknek a vizsgálatoknak egy részét a fertőzés gyanúja, valamint a kontaktkutatások indokolták, 23 személy pedig az országos mérési programban vett részt. Pozitív eredményt azonban senkinél sem találtak. A polgármester kitért arra, hogy a Kemecsén működő kis- és középvállalkozások egyikénél sem voltak leépítések, és a településen folyamatban lévő beruházások is jól haladnak. Uniós projekttel dolgozunk, és ezekben az uniós projektekben vannak ilyen EFOG projektek, amelyekben kisebb beruházások, itt néhány millió forintos beruházásokra kell gondolni, elsősorban ami ilyen építés, belső építés átalakítással kapcsolatos, ezek folynak éppen, ezeket el tudtuk indítani, illetve van egy járdaépítésünk itt a Szent István utcán, itt a hivatal, a városháza és a járási hivatallal szemben lévő útszakaszról van szó, ennek a járdának a teljes felújítása, megújítása folyik éppen, tehát ezt kezdtük el. Úgy értékelem, hogy szerintem egy 2-3 héten belül ez már egy 90%-os készültségbe fog kerülni, illetve van nekünk egy zöldváros projektünk, amelynek a munkálatai itt a város központjában folytatódnak. Ezek a munkálatok, ezek azt mondhatom, hogy ebben az időszakban is zavartalanul tudtak folyni. Az önkormányzat elkezdte az előkészítő munkálatokat az ipari parkhoz vezető út megépítéséhez, jelenleg a kivitelezési tervek kidolgozása zajlik. Lipők Sándor hozzátette, a képviselőtestület legközelebb a veszélyhelyzet megszűnése után ülésezhet. Ekkor döntenek majd arról is, hogy a város rendezvényeit milyen formában tartják meg a közeljövőben.